Víz hömpölyög az utcán, térdig áll az eső a garázsban. Ezek az esetek az elmúlt időszak hirtelen jött nagy mennyiségű csapadékának következményei. A károkat a katasztrófavédelem munkatársai azonban segítenek elhárítani. Az elmúlt hónapban, tehát a június hónapban számottevően megnövekedett a viharkárokkal kapcsolatos tűzoltói beavatkozás megyeszerte tulajdonképpen. 324 esetben kellett, nem is júniusban, az első fél évben tűzoltóknak kivonulni rendszerint faeltávolításokhoz, vízeltávolításokhoz és kisebb arányban valamely épületkárok eltávolításához, beavatkozáshoz. Való igaz, hogy a következő nyári hónapban, tehát a júliusi hónapban is számolhatunk viharkárokkal. Ez rendszerint abban nyilvánul meg, hogy rendszerint lokálisan nagy mennyiségű csapadék hullik le, illetve erős szélmozgás kíséri az érkező viharzónát. Az egyszerre érkező nagyobb mennyiségű csapadék jellemzően a mélyebben fekvő épületrészekben, a laksori garázsokban, szuterénekben és pincékben okozhat problémát. Ilyenkor a felhalmozott víz eltávolításában is segítenek a katasztrófavédők. Minden segélyhívást valamely módon le fogja kezelni a katasztrófavédelem. Azt fontos elmondanunk, hogy súlyozni fogjuk a beérkező jelentéseket. Nyilván az életveszély vagy valamely emberéletveszély fog elsődlegességet élvezni, azt követően tárgyak, állatok és más tulajdonképpen értéket képviselő eszközök, berendezések mentése lesz majd a következő feladatunk. Ha úgy adódik, természetesen a megyebeli tűzoltóerőket át tudjuk mozgatni, de ez is korlátozott, hiszen minden terület védelméről így is gondoskodnunk kell. Nyíregyházán az elmúlt időszakban jelentős mennyiségű csapadék hullott. Ilyenkor ugye érkeznek más tűzoltóságról is segélycsapatok. Az ilyen típusú károkat bárki bejelentheti a 112-es segélyhívószámon, azonban fontos megjegyezni, hogy a tűzoltók legalább 15 cm magas víz esetén tudnak csak szivattyúzni. Leskovics Zoltán hozzátette, arra kérik a lakosságot, hogyha időközben sikerült a károkat elhárítani, vagy a veszélyt megszüntetni, azt is jelezzék a segélyhívó diszpécserének, a tűzoltás, műszaki mentés pedig minden esetben ingyenes.